A magyarországi politikai stabilitás lehetőséget ad arra, hogy ciklusokon átívelő terveket fogalmazzunk meg, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint 2030-ra reális cél lehet, hogy Magyarország Európa első 5 legjobban élhető, valamint gazdaságilag legversenyképesebb országa közé kerüljön. A legfontosabb viszont a demográfiai hanyatlás megállítása. A mi szándékunk, kalkulációnk, lehetőségeink azt mutatják, hogy 2030-ra a hanyatlást meg tudjuk állítani, és 2030 után pedig népesedési növekedési pályára tudunk állni. Ez azt jelenti, hogy 2030-ra el kellene érnünk, mert ez a növekedés kiinduló pontja, a termékenységi ráta szempontjából azt a bizonyos bűvös 2,1%-os mutatót. A Kárpát-medence újjáépítésének programja szerint a gyorsforgalmi utaknak és a vasútvonalaknak 2030-ig el kell érniük a határon túli magyar régióközpontokat, és meg kell teremteni az ország tényleges energiafüggetlenségét. Ez azt jelenti, hogy a orosz energiától való egyoldalú függés fokozatosan, több lépésben, több állomáson keresztül szűnjön meg, és legyen Magyarországnak saját belső kapacitása az energia szükségletei kiegészítésére, illetve legyen több csatornás, diverzifikált hozzáférése országhatáron kívüli energiaerőforrásokhoz is. Nem véletlen, hogy a paksi ügy ilyen fontos ügy Magyarországon. Az nem egyszerűen csak egy nagy beruházás, nem egyszerűen csak egy energetikai beruházás, a magyar szuverenitás lényegéhez tartozó beruházás. Amikor paksról vitatkozunk, akkor Magyarország szuverenitásáról is vitatkozunk. A miniszterelnök ezt követően a 2022-ig megvalósítandó legfontosabb kormányzati célokról beszélt. Ebben a 4 évben, ami előttünk áll, a hazaszeretet kultúrájának megerősítése, a versenyképességjavítás, a demográfiai fordulat megalapozása és az önálló magyar hadsereg fölépítése a 4 kiemelkedő feladatunk. A májusi uniós választások kapcsán elmondta, hogy ez nem csak egy voksolás lesz, hanem Európa politikájának megváltoztatása. A vitáink számos része Európában abból fakad, hogy a bizottság, amelynek védenie kéne bennünket, és a politikai fair elbánást kéne garantálni a számunkra, nem ezt teszi, hanem maga is politikai szereplőként, a nyomásgyakorlás eszközeként használható fel Magyarországgal szemben. Ezt meg kell változtatni. Orbán Viktor szerint az uniós választás után nemzetibb, jobboldalibb, keresztényebb, polgári kultúrájú unió jön létre.